birtokba vették a környék gyerekei a Budai út 90 melletti új játszóteret. Néhány hónapja ezen a téren még veszélyes volt játszani, de most a játékok alatt puha burkolat, az út felől pedig egy kerítés védi a kicsiket. Én nagyon örülök. Mondhatnám azt, hogy boldog vagyok. Hogyha végignézem azt, hogy ez milyen szép, hogy a gyerekek itt milyen kedvel játszanak, és biztonságos, mert be van kerítve, mindahogy igyekszem minden játszóteret bekeríteni, ahogy a képviselői keret engedi, és nagyon remélem, hogy az itt lakó gyerekeknek ez nagyon sok örömet fog okozni. Árnyékos helyre került az új homokozó, biztonságos és masszív játszóeszközöket szerzett be a városgondnokság. A munkálatok 2 hónapig tartottak. Mindig bevonjuk a terület képviselőit, és közösen választjuk ki mind a padokat, mind a játékokat, úgyhogy egy közös előzetes konzultáció alapján is mindenképpen EU szabványos, vandálbiztos, illetve gyerekek számára biztonságos játékokat kellett kiválasztanunk. A felújítás összesen 4,6 millió forintba került. Ennek nagy részét Horváth Miklósné a terület önkormányzati képviselőjének képviselői keretéből fedezték, de Cserpakovics András is hozzájárult polgármesteri keretéből. A rendezettség állapotát tükrözi most már ez a terület, ami szintén fontos, és kiemelném azt, hogy nem hitelből, hanem a város ki is fizette ezt a beruházást, szemmel a korábbi játszótér fejlesztésekkel, amit itt látunk, az egy kifizetett és nem hitelből, hanem a város bevételeiből megvalósult beruházás volt. A jövőben is folytatódik a tér megújítások sora. Jövőre ebben a városrészben a Királysor 39 szám melletti teret szeretnék megújítani.